élő napot elé-felé magiknak, fényes fejeknek. A képen állítólagos kelta virágot látunk, ez 8 szirmú bronzvirág. Állítólag a második időszámítás előtt a harmadik század első felére tehető. Na most itt nem sok sírt találtak, csak azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 3 sírt tudtak feltárni, viszont több sírt már megbolygatotta, mondhatnánk, hogy a szél fújta. Nem egységes sírok voltak ezen a helyen. Na most csak emlékeztetnék arra, hogy említettem, hogy volt szerencsém, vagy 20 évvel ezelőtt találkozni egy kelta nacionalistával, legalábbis így mutatkozott be, és megragadtam az alkalmat, hogy megkérdezzem tőle, hogy hát a kelták a brit szigeteken őshonosak, vagy valahonnan bevándoroltak. Na most ő azt mondta, hogy a kelták őshazája a Kárpát-medence, és a keltik az azt jelenti, hogy keletiek. Na most akkor tetten érhető az a tény, hogy igen, a kelták valóban lehetséges, hogy a Kárpát-medencéből származnak. Na most nekem az a gyanúm, hogy a kelták egy törzs, mivel ugye a szkíták törzsszövetségben éltek, ugyanúgy, mint ahogy a hunok, és egyébként a régi időben szinte törzsszövetségben éltek a népek nagy része, legalábbis itt a sárga folyó nagy kanyarulatától a brit szigetekig. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszlát!